Teljesítményértékelés, egységes továbbképzési rendszer, új feladatok. Számos változás érinti az idei tanévben a pedagógusokat. Köszöntöm Önöket a témáról később, előbb nézzük mai adásunk többi tartalmát. Legmagasabb szintű ellátás, az egész vármegyéből fogadják a gyerekeket a vármegyei kórház gyermekosztályán. Szakmai tanévnyitó, számos változás érinti az idei tanévben a pedagógusokat. Kállai világtalálkozó, a Kállai család történelmi jelentősége elvitathatatlan. Elkezdődött az iskola, óvoda, mennyire okoz magasabb ellátási megjelenés, mire kell vigyázni az őszi időszakban a gyermekeknek és szüleiknek. Többek között erről is beszélgetünk dr. Varannainé, dr. Sós Andrea osztályvezető főorvossal, a Józsa András Oktatókórház gyermekosztályának vezetőjével. Csókolom, főorvos asszony, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket én is. Mielőtt rátérnénk a legaktuálisabbra, hogy akkor hogyan indult a szeptember, illetve mire kell számítani az iskola kezdéskor, a nevelési év elkezdésekor, egy kicsikét térjünk rá a nyárra, hogy ez hogyan alakult betegforgalom tekintetében önöknél. Úgy azt gondolná az ember, hogy ilyenkor azért kevesebben vannak az ellátási intézményekben, mármint a gyógyellátási intézményekben. Így van, a tapasztalatok alapján a nyári időszak, amikor kevesebb a közösségbe járó gyerek, ugye az iskolások nyári szünideje miatt az óvodások is kevesebben járnak közösségbe, több a szünet, többet vannak kint a szabadban a gyerekek. Azt gondoltuk, és gondoltuk korábban is, hogy ritkábbak lesznek a fertőzéses vagy az ilyen vírusbetegségek, de most idén nyáron azt kellett tapasztaljuk, hogy bár ugyan nem volt olyan mértékű beáramlás, mint mondjuk a nagyon kemény téli vagy koratavaszi időszakban, de a nyári forgalomhoz képest azért lényegesen nagyobb volt a betegszám, akik megjelentek a kórházban, nagy volt az ambuláns forgalmunk az akut betegellátásban, és viszonylag sok gyerek került kórházba olyan jellegű betegségek miatt, amit nem lehetett ambuláns formában vagy házi orvosi alapellátási területen kezelni. Nagyon jelentős volt a tartós magas lázas, akár 40-40 fok fölötti lázakkal jelentkező gyerekeknek a száma. Sok volt a hányós hasmenős gyerek, akik folyadékpótlásra szorultak, nem tudtak, kiszáradtak, kiszáradás miatt jelentkeztek. Nem volt túl sok a klasszikus légúti beteg, tehát az ilyen asztmás, kruppos betegek, akik inkább az őszi-tavaszi időszakban fordulnak elő jellemzően. De valóban ez a nagyláz, hányos hasmenős az a korábbi időszakhoz képest több volt, és hát ugye amire nem számítottunk, hogy idén nyár közepe vége felé megjelent sajnos a nagyon fiatal csecsemőkorúaknál a szamárköhögés, a pertussis is, amivel eddig azért nem találkoztunk, hiszen Magyarországon nagyon jó az oltási fegyelem, és a pertussis ellen van kötelező védőoltás. De gondolom mégis inkább, hát már nemzetközi szinten is lehetett hallani arról, hogy a szamárköhögés terjed, gondolom akkor ez volt az egyik fő oka annak, hogy Magyarországra is begyűrűzött. Így van, begyűrűzött a szamárköhögés, és hát elsősorban, ugye miután 2 hónapos korban van az első szamárköhögés elleni védőoltás, ez leginkább a veszélyeztetett korcsoport a 2 hónaposnál fiatalabb csecsemők, akik azoktól a gyerekektől vagy felnőttektől kapják el a kórokozót, akik ugyan voltak már oltva, de az ő oltási védettségük vagy az oltás által szerzett védettségük az már lecsengőben van, és sajnos tovább tudják adni a kórokozót, még ha felnőttnél vagy nagyobb gyereknél súlyos tüneteket nem is produkál. A megnövekedett betegforgalomnak még azért visszakanyarodnék ide, úgy általánosságban véve önök szerint mi volt az oka nyáron? Hát nagyon sok helyről hallottuk, hogy például a streptokokkus fertőzés, amik egyébként egy banális, vagy hát nem egy ritka betegség, de korábban azért súlyos tüneteket nem okoztak. Lehetett annak a következménye, hogy annak idején a COVID alatt ugye azért elég jelentősen védve voltunk, hiszen nem volt akkora nagy közösségbejárás, hiszen mindenféle védő felszereléseket használtunk az iskolában, a nagyobb forgalmú üzletekben, esetleg a tömegközlekedésen.
És hát ez nyilván ez visszatért a normál kerékvágásban, legalábbis Magyarországon normál kerékvágásban, hogy most már ezeket nem használjuk, illetve a gyerekek, illetve a felnőttek sem tapasztaltak, vagy kaptak olyan védettséget az egyéb kórokozókkal szemben, amikkel korábban megvolt ez a védettség, és hát ez az egyik magyarázat annak, hogy most ilyen furán jelentkező, nem túl ritka kórokozók is okod, mert eddig olyan túl sok problémát nem okozó kórokozók is tudtak nagyon durva fertőzéseket csinálni. Esetleg a klímaberendezések nem megfelelő használata? Hát a klímaberendezések olyan tekintetben nem feltétlenül azt gondolom, hogy ilyen, mint a légionella betegség, vagy a klímán keresztül terjedő betegség, hanem inkább a nem megfelelően megválasztott klimatizálás. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy az is egyfajta hajlamosító dolog lehet, vagy valami fajta triggert ad, hogyha odakint, ugye most nagyon-nagyon komoly volt ez a kánikulai időszak, és ha bement az ember egy nagyobb üzletközpontba, akkor lehet, hogy 10-15 fokkal hűvösebb volt, mint a külső hő, vagy a kinti hőmérséklet, és ez a hirtelen hőmérséklet változás, és azért bemegy az ember egy lenge nyári ruhába, egy 25 fokba, vagy még kevesebbe, akkor azért ott az egy olyan mértékű hőmérsékletkülönbséget jelent, ami egy hirtelen akár egy ilyen megfázásszerű betegséget is okozhat a későbbiekben. Ez így a gyerekek pedig gondolom még különösképpen érzékenyek erre, és hát egy hete elkezdődött az iskola, a nevelési intézményekben megkezdődött a nevelés, ugye, mert nem csak iskolákról van szó, és hát ilyenkor önök már ezt tapasztalják? Tehát egy héttel az iskola kezdés után már tapasztalják, hogy több a megbetegedés? Még nem. Azért igazából még az első hét az mindenkinél úgy kezdődik, hogy egy kicsikét a szülők is talán türelmesebbek ilyenkor, de még nem is feltétlenül jelentkeznek az első betegségi tünetek. Sok iskolában úgy hallottam, hogy a nagy meleg miatt amúgy is egy kicsit rövidítettebbek az órák, nem is voltak még a napköziben sem a gyerekek, több időt töltenek a szabadban, tehát kevesebb az a lehetőség, amivel egymást megfertőzhetik. Én azt gondolom, hogy egy ilyen szeptember vége felé már majd azért jelentkeznek azok a fajta betegségek, amik a közösségbe járás kapcsán előfordulhatnak. Ezek pedig légúti megbetegedések főként. Főként légúti megbetegedések, bár mondom, most még mindig vannak ezek a hasmenős, hányos problémák is, amik nem feltétlenül mindig találjuk meg a valódi kórokozót ezeknek, de valamilyen enterális vírus, ami hirtelen jön, és hát nagyon-nagyon komolyan le tudja teríteni a kisgyerekeket egy ilyen kiszáradás miatt. Az elmúlt évben átalakult a sürgősségi betegellátás, úgyhogy ennek megfelelően a sürgősségi osztály, a gyermekosztály, vagy a sürgősségi házi orvosi rendelet is, vagy ügyelet is átkerült másik helyre, ugye a gyermekosztályra a kórház épületén, illetve épület tömbén belül. Mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban? A betegek megtalálják az új helyet, hogy hova kell elvinni sürgős esetben a gyerkőcöt? Én azt gondolom, hogy most már egyre jobb a helyzet. Ha legelején azért nem ment ez zökkenőmentesen, nyilvánvalóan volt olyan beteg, aki hát várakozott a régi ügyeleti épületnél, és csodálkozott, hogy miért nincs ott senki, meg miért sötét minden, majd aztán végül is megtalálta a megfelelő utat. Én azt gondolom, hogy mindenféle nehézség ellenére, mert azért semmilyen ilyen váltás, úgy gondolom, hogy ez teljesen normális, hogy mindig menet közben derül ki, hogy még ezt hogyan kellene, vagy miben lehet változtatni, vagy javítani az ellátáson. De azt gondolom, hogy ma már itt ebben a régióban, vagy talán Nyíregyházán egészen gördülékenyen működik ez a rendszer, megfelelően dolgozik, megfelelően működik az alapellátási ügyelet, és ugye ez egy ilyen úgynevezett egykapus beléptető rendszer, tehát mindenki, aki a ügyeleti időben az ügyeletet keresi meg, vagy bejön a gyermeksürgősségi ambulanciára, az egy úgynevezett előtriázson vesz részt. Ez az előtriás pedig azt jelenti, hogy egy magasan képzett nővér egy megadott cseklista alapján, tehát egy kérdezés alapján
kideríti, hogy mi az alapprobléma. Ez egy perc vagy másfél perc gyakorlatilag, hogy mi az alapproblémája a betegnek, és ennek a kérdőívnek, vagy ennek az előtriázsnak a alapján el tudja dönteni, hogy az adott beteg azzal a panasszal, azzal a problémával mehet esetleg a házi orvosi ügyeletre, vagy olyan a gond, amivel már eleve a sürgősségi ambulanciára kell, hogy jöjjön. Tehát ez egy ilyen kétfelé osztja a betegeket ez a triázs, és az egyik része a enyhe, vagy a nem különösebben súlyos betegségi tüneteket, vagy panaszokat mutató gyerekek mennek az alapellátásba, akiknél pedig feltételezhető, hogy vagy valamilyen képalkotó, vagy laboratóriumi vizsgálat, vagy eleve olyan jellegű a panasz, amivel, vagy lánézése már az a nővér, akinek azért van megfelelő tapasztalata, hogy megítélje a betegeknek az állapotát, úgy ítéli meg, hogy ezt a gyereket biztosan nem lehet, tehát biztosan felvételre kell, hogy nagy valószínűséggel kerüljön, akkor azt eleve már a sürgősségi ambulanciára küldi. Nálunk az ügyeleti ellátás hétköznapokon, tehát az alapellátási ügyelet az délután 4 órától este 10-ig van, éjszaka már nincsen 10 óra után, illetve hétvégente, illetve ünnepnapokon pedig reggel 8-tól van este 10-ig. Nekem is volt hát idézőjelesen szerencsém a sürgősségén járni, és hát tényleg úgy tapasztaltam, hogy akkor van egy új fogalom, ez pedig nem más, mint a triázs, amelyet érdemes tehát figyelembe venni, és akkor ezek szerint ítélik meg azt, hogy egy beteg mennyire sürgősen kell ellátni, vagy sem ugye az állapotának megfelelően. Így van, a triázs, csak a tisztánlátás kedvére, a triázs az egy nem újonnan bevezetett fogalom, csak ez a pretriázs vagy előtriázs az, amit most itt az alapellátási ügyelet miatt mi végzünk. Ez megkönnyíti, mondom, mindenkinek a munkáját olyan értelemben, hogy nem a teljes jövő beteg forgalom kerül be a sürgősségi ambulanciára, de nem is a teljes beteg anyag kerül az alapellátási ügyeletnek az ellátási körébe vagy a fókuszába. És innentől kezdve nyilván azt gondolom, és ez a tapasztalatunk, hogy azért mindannyiunknak a munkáját, tehát segítjük egymásnak a munkáját. Úgy gondolom, hogy az érzőmmel ezzel egyet értenek a házi orvosok is, hogy segítjük egymásnak a feladatainak, egymást segítjük a feladatok elvégzésében. Nemrégen került a gyermekosztály élére. Hát az elmúlt időszakban azokat a célokat, amelyeket kitűzött, mennyire sikerült elérni, illetve mik az elmúlt időszak tapasztalatai? Hát egy nagy fába vágtam a fejszémet, ezt akkor is tudtam már, amikor ezt a pozíciót megpályáztam, de ez az érzésem, ez csak fokozódott, vagy növekedett az elmúlt, hát már 8-9 hónapban, ugye január 1-ével lettem én az osztályvezetője ennek a, hát igen nagy és igen széles palettával rendelkező, vagy beteg ellátási palettával rendelkező osztálynak, úgyhogy nyilván az embernek a feladata a betegellátásból, vagy a konkrétan a betegellátásból teljesen más típusú feladatok hárulnak a vezetőre, kicsit több az adminisztráció, mint amennyit korábban megszoktunk. Én nagyon igyekszem azokat a célokat, feladatokat, amiket első körben célul tűztem ki magamnak, igyekszem megfelelően ellátni. Nem azt mondom, hogy 100%-os sikerrel, de én adtam magamnak időt, hogy az első év, tehát a működésem első évének a végére azért úgy tisztába teszek minden olyasmit, amit úgy gondolom, hogy érdemes változtatni. Igyekszem megőrizni azokat a dolgokat, amik hasznosak, és előremutatóak voltak eddig is, és jól működtek. Nyilvánvalóan itt nem egyszerű a helyzet sehol Magyarországon az egészségügyben, úgy gondolom, azért komoly humán erőforrás deficittel dolgozunk, és nem feltétlenül csak az orvosok, hanem a szakdolgozók tekintetében, és hát ez napi szinten megérződik a munkánkon, illetve napi szinten kell ezekkel a dolgokkal is szembesülnünk, és ezeknek valamilyen módon megoldását megtalálnunk. De úgy gondolom, hogy igyekszünk, és hát van egy olyan támogató közösség mögöttem, akikkel egy
tulajdonképpen egy napi szinten meg tudjuk beszélni azokat a problémákat, gondokat, oda-vissza, tehát én is nyitott vagyok mindenkinek a gondjára, és ők is, őfeléjük is kommunikálom azt, hogyha valami olyan jellegű generális probléma van az osztály működésében, amit mindenképpen meg kell oldanunk, és ahhoz mindenkinek a segítsége szükséges. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy ilyen fajta csapatban dolgozni az egy, én számomra egy mindenféleképpen egy olyan pozitív dolog, ami segíti az én munkámat, és bízom abban, hogy a kollégáimnak sem okoztam eddig még csalódást. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Teljesítményértékelés, egységes továbbképzési rendszer, új feladatok. Számos változás érinti az idei tanévben a pedagógusokat. A legfontosabb információkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szakmai tanévnyitó konferencián foglalták össze a térségben dolgozó pedagógusoknak. Az országos programsorozatot 10. alkalommal szervezte meg az Oktatási Hivatal, a Belügyminisztérium és a Klebelsberg központ részvételével. A Kantémusz kórus műsora nyitotta meg az idei vármegyei szakmai tanévnyitó konferenciát a Nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában. Az eseményt 10. alkalommal szervezte meg az Oktatási Hivatal, a Belügyminisztérium és a Klebelsberg központ részvételével. Az ország összes vármegyéjében tartanak ilyen szakmai konferenciát. A rendezvény célja, hogy összegezzék az adott tanévhez kapcsolódó feladatokat és jogszabályi változásokat a szakképzésben és a köznevelésben dolgozók számára. A pedagógusokat, intézményvezetőket Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere is köszöntötte, aki elmondta, az önkormányzat gazdaságfejlesztési törekvései a vármegye oktatási feladataira is hatással vannak. Ez a legnagyobb kihívás szerintem, és ez már itt kopog az ajtónkon, hogy ez a sok munkahely, 5-6 ezer munkahely várható, és azért is jó, hogyha nem csak nyíregyházi iskolavezetők hallják ezt, mert ennek a 5-6 ezer munkahelynek a felét a megyéből fogják betölteni, mert hogy a nyíregyházi jelenleg működő nagy foglalkoztatók dolgozói körének is kb. A fele csak nyíregyházi. A tanévnyitó konferencián részt vett Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, aki előadásában a legfontosabb tanévet érintő változásokról beszélt. Jelentős változás ebben a tanévben, ugye előző évben tavaly fogadta a kormányzat az új pedagógus életpályáról szóló törvényt, ami rögzítette azt, hogy a 25 nyarán, tehát ennek a most kezdődő tanévnek a végén, 24-25-ös tanév végén indul el először élesben az a teljesítményértékelés, aminek az első lépcsőiben ugye most vagyunk, hiszen a tanév kezdetén rögzíteni kell minden pedagógusnak 3 egyéni teljesítménycélt, illetve a fenntartók pedig az intézmények vezetői, az igazgatói számára rögzítenek 4 teljesítménycélt, tehát mostantól, 2025-től évente minden vezető, illetve minden pedagógus is egy éves teljesítményértékelésnek lesz majd a része. Ez változtatja a bérüket, illetve teljesen világosra és transzparensé teszi azt, hogy a vezetők azok mit várnak, milyen területen remélik az adott kollégának, vagy az adott vezetőnek a teljesítmény javulását. Ettől azt várjuk, hogy a rendszer egészének a teljesítménye javuljon. Ebben a tanévben béremelésre is számíthatnak a pedagógusok, amely országosan mintegy 160 ezer a szakképzésben és a köznevelésben dolgozó szakembert érint. A bérfejlesztés egy részén túl vagyunk, hiszen idén január 1-től egy 32%-os béremelés valósult meg a magyar köznevelésben, így a célt, amit a kormányzat, az Európai Bizottsága közösen vállalt, hogy idén elérjék a diplomás átlagbérek 71,8%-át a pedagógus átlagbérek, ezt megvalósítottuk. A jövő évi vállalásunk az, hogy ezt 80%-os mértékre emeljük. Ez azt jelenti, hogy 820 ezer forintos pedagógus átlagbért kell elérjünk a tervek szerint január 1-ével. Ehhez egy mintegy 21%-os újabb béremelés szükséges, ami január 1-től valósul majd meg.
Fontos változás az is, hogy 2025-től egységes, online platformon működő továbbképzési rendszert vezetnek be. 1997-es a mostani továbbképzés szabályozó rendelkezés, ami az előző két évtizedben alapvetően Európai Uniós projektekre épült, tehát uniós támogatásokból biztosította mindenkori oktatási kormányzat ingyenes továbbképzési dömpinget. Ez az időszak ez elmúlt, uniós források erre a célra nem is állnak rendelkezésre, illetve azt gondolom, hogy ideje egy olyan egységes továbbképzési rendszert kialakítanunk, ami már online platformokon működik, ami mondjuk így, hogy minden pedagógus számára egy széles, ingyenesen elérhető online továbbképzési tömeget biztosít és tesz elérhetővé, és ilyen módon kollégák meg tudnak felelni a továbbképzési kötelezettségeiknek. Idén először a járművezetői engedélyhez szükséges alapismeretek oktatásának szervezése, számonkérése is a köznevelési feladatok között szerepel. De ezt a tanévet érinti a tiltott tárgyak köréről szóló rendelet is. A jogszabály pontosan meghatározza azt, hogy milyen eszközöket tilos bevinni az iskolába, valamint korlátozza intézményen belül az okos eszközök használatát is. OECD felmérések azt mutatják, hogy Magyarországon tanulói felmérés alapján a gyerekek 31%-a nyilatkozta azt, hogy ő sose kapcsolja ki tanórán se a telefonját. Ezzel messze egyébként az OECD átlag felett vagyunk, ezért szükséges a beavatkozás, hiszen ilyen módon azok az üzenetek, folyamatos pörgés, ami a telefonokon van, ez értelemszerűen elvonja a figyelmet a tanulás előtt. Nem vagyunk ezzel egyedül, a világ számos országában vezettek, illetve vezetnek be hasonló intézkedéseket, mi is megpróbáljuk az iskola világát egyfelől termentesíteni mobileszközök elől, másfelől pedig a digitalizációban élen járni, hiszen a tiltás az csak arra vonatkozik, hogy általában ne használják, de egyébként pedagógiai célra továbbra is használni fogjuk az eszközöket, tehát oktatási célra pedagógusok minden eszközt használhatnak a továbbiakban is. A világ minden tájáról érkeztek kálai leszármazottak a háromnapos családi világtalálkozóra. Kálai Kristóf és Kálai Helén szervező munkájának köszönhetően utoljára 2000-ben gyűlhettek össze a családtagjai. Az idei találkozót augusztus 23-a és 25-e között Nyíregyházán rendezték meg. Néptáncosok nyitották meg a Kálai Világtalálkozó történelmi konferenciáját a Váci Mihály Kulturális Központban. Kálai Kristóf elmondása szerint a hasonló családi találkozók más jelleggel ugyan, de már a 16. században is részét képezték a családi életnek. Konferencián köszöntötte a megjelenteket Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár, aki mondandójában kiemelte a kálai család történelmi jelentőségét, és kitért a jelenkor kihívásaira. Tisztelt egybegyűltek! Azt gondolom, hogy nincs vita köztünk abban, hogy a szélesebb közvélemény számára is megismerhetővé tegyük, hogy a kálai család és annak a magyar történelemben játszott szerepe miért rendkívül fontos és miért aktuális ma is. A kálaiak szerteágazó és sokszínű öröksége egybefonódott a nemzeti gondolkodással, a patriotizmussal és a politikai bölcsességgel is. Nem szándékozom a történészek és családtagok elől elvenni a szót, helyettük beszélni a kálai család nagy alakjairól, de azért engedjék meg nekem, hogy néhány jelentős személyt és időszakot mégis megemlítsek a családtörténet jeles lapjairól. A kálaiak és a magyar érdek képviselte évszázadok óta összefonódik. Hadd említsem meg Kálai Pált, aki Mátyás király seregében harcolt a török ellen, vagy Kálai Ödönt, a 48-as nemzetőr kapitányt, akinek tudását, tehetségét, hazafiságát a kor nagyjai, Széchenyi, Jókai, Kossuth is nagyra becsülték. De a kálai család egy egészen különleges államférfit adott a 19. század végén is. Kálai Béni két évtizedes pénzügyminisztersége, mint az osztrák-magyar monarchia közös pénzügyminisztere, egyedülálló. Ne felejtsük el, ezek a monarchia legtermékenyebb, legnagyobb fejlődés felmutató évtizedei, és a hivatás, a szolgálat, a teljesítmény fogalmát, az ő munkássága, a mai perc politikusok számára szinte értelmezhetetlen tárlatokba helyezi. De egyben ő volt az is, aki Bosznia-Hercegovina kormányzójaként jelentős modernizációs folyamatokat indított el az országban.
A kálaiak közül talán legismertebb és a korban is legközelebb álló, a 20. századi magyar történelem egyik legkiemelkedőbb személyisége, Kálai Miklós miniszterelnök életútja, a másik tragikus sorsú kormányfőhöz, Bethlen Istvánéhoz hasonlóan, mutatja a magyar sors mindenkori nehézségeit, legtöbb esetben a külső körülményeknek való kiszolgáltatottságot, a kiútkereséssel, zaklatottsággal, önfeláldozásokkal és nehéz küzdelmekkel teli történetet. Kálai Miklós át akarta menteni hazánk értékeit és érdekeit egy világégés közben, megtartani a hazát, tette is, amit tehette. Kormányfőként a világban békét és egyensúlyt, a magyarságnak erőt és szuverenitást akart. A tragikus sorsú államférfi, a magyar királyság miniszterelnöke megjárt a Mauthausen és Dachau haláltáborát is. Később az emigrációban sem fordított hátat hazájának, előadásaiban például számos alkalommal hívta fel a nyugat figyelmét a kommunizmus veszélyeire. Hadd idézzek egy gondolatot tőle, melyet a kommunista diktatúra alá eső országok népének védelmében fogalmazott meg. Nem léteznek csatlós nemzetek, csak csatlós kormányok, mert a nemzet örök, a kormányok pedig változnak. Nemzetben gondolkodott, nagybetűvel írva a nemzetben. És egész életében a magyarság biztonsága, jóléte és az ország szabadsága iránti felelősségtudat vezérelte. Ahogy a mai programból is kiderül, a számtalan további komoly életutat és a nemzetnek nagy szolgálatot teljesítő Kálairól lesz szó. Azt gondolom, fontos és közös feladatunk, hogy ez a kiemelkedő történelmi család, amely a magyar nemzet elkötelezett szolgálata mellett is túlélte az évszázadok viharait, megkapja a megfelelő tiszteletet, és többek között, hogy ilyen keretek között is betöltse hivatását. Azt gondolom, meg kell erősíteni, új tartalommal kell bővíteni a történelmi családok és a nemzet sok évszázados szövetségét. Ebben a kormány pedig partner. Ennek szellemébe kiemelném, hogy 2016-ban csaknem 1,2 milliárd forintból újulhatott meg a kálaiak családi kastélya, valamint a mellette álló Polkenstein kastély Kálósemjénben. Szintén fontos lépés a család örökségének a megőrzésében 2020-ban a nyíregyházi kálai ház megnyitása. A múlt század elején épült neoklasszicista kúria, Kálai Miklós egykori miniszterelnök lakhelye, a Modern Városok program keretében közel 1 milliárd forintból újulhatott meg. Nagy öröm mindannyiunk számára, és ezúton is köszönöm mindenkinek a munkásságát, aki ebben részt vesz. A Kálai gyűjtemény, amely a szintén kivételes életutat bejárt dr. Kálai Kristóf szándékával összhangban, Nyíregyháza várossal és a családdal közösen hűen őrzi a kálaiak örökségét, a magyar kormány pedig támogatja ezt a fontos küldetést. Tisztelt egybegyűltek, tisztelt kálaiak! Egy, a magyar nemzet szolgálatát elkötelezetten viselő ősi magyar történelmi család, de a kapcsolatos konferencián fontosnak tartok beszélni a jelenkor nehézségeiről és feladatairól is. A rendszerváltás után több mint 3 évtizeddel olyan kívásokkal teli korban élünk, amire azt gondolom az utókor is joggal aggatja majd rá a történelmi jelzőt. Talán az önök utódai egy ilyen konferencia keretében. A következő évtizedekben ugyanis eldől Európa sorsa, nem feltétlenül katonai vagy politikai értelemben, hanem civilizációs értelemben. Eldől, hogy Európát képesek vagyunk-e megőrizni keresztény alapjain. Eldől, hogy Közép-Európa képes lesz-e megvédeni magát az őt bedarálni akaró birodalmi és globális erőkkel szemben, képes lesz-e megvédeni szuverenitását. Eldől, hogy képesek leszünk-e fellépni a globális liberális nyomással, a hagyományos értékeket, a társadalom alapszöveteinek, a családnak, az egyháznak, a nemzetnek elpusztítására törekvő szélsőséges, az emberből fogyasztót nevelni akaró korszellemmel szemben. Eldől, hogy képesek leszünk-e megvédeni nemzeti identitásunk, anyanyelvünk, kultúránk. Eldől, hogy képesek leszünk-e ellenállni a demográfiai kihívások, a gyermektelenség és a harmadik világ szegénysége miatti hatalmas migrációs nyomásnak. Eldől, hogy képesek leszünk-e megőrizni társadalmunk jelenleg ismert kereteit.
Tehát, hölgyeim és uraim, ezek olyan témák, ezek olyan sorskérések, amelyek azt gondolom, hogy jelentősen befolyásolják és eldöntik Európa, Közép-Európa és Magyarország sorsának 21. századi alakulását és azt követően való jövőjét is. A kormány tudatában van ezeknek a magyar nemzet jövőjét alapvetően meghatározó és befolyásoló nagy történelmi sorskérdéseknek és témáknak a súlyával. Ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezekkel a kihívásokkal ne csak napi operatív szinten, hanem hosszú távon, stratégiai szinten is foglalkozzunk, és hogy ezektől a nyomásoktól megvédjük családjainkat, gyermekeinket, közösségeinket. Ezért lépünk fel a gender őrület ellen, ezért állunk ellen a migrációs nyomásnak, a józanésszel szembe menő tömeges népvándorlásnak, amely aláássa az európai társadalmak harmonikus működését és alapjaiban veszélyeztetik európai kulturális örökségünk átörökítését. Ezért állunk ki hazánk szuverenitása, nemzeti identitásunk, kultúránk és a határon túli magyar közösségeink támogatása iránt. Ezért támogatjuk a magyar családokat és dolgozunk folyamatosan a családtámogatási rendszer megerősítésén. Tisztelt hölgyeim és uraim! Az ország és nemzetépítés nem rövid távfutás, hanem egy végtelen maraton. Mi, a magyar kormány ezzel tisztában vagyunk, és azt gondolom, hogy egy közel 1000 éves történelmi család tagjaiként önök is. Isten, haza, család. Ez az a hármas egység, amely mentén a magyar nemzeti érdeket definiáljuk. A háromnapos találkozó utolsó állomása Kálósemjén volt, ahol egy koszorúzást és szentmisét követően teret engedtek a kötetlen családi beszélgetéseknek. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk önöket új műsorral, számítunk a figyelmükre akkor is, viszontlátásra!